forgalom az üzletekben, a szépségiparban és a virágboltokban is többszörösére nőtt a forgalom az elmúlt napokban. Szigorítások, mától léptek életbe a járvány harmadik hulláma miatt meghozott korlátozások. Több mint 1 millióan megkapták az oltást, sokan már a teljes védettséget biztosító második körön is túl vannak. Köszöntöm nézőinket, Önök a regionális televízió Esztergom hír összefoglalóját látják. Több üzletnek is be kell zárni a március 22-ig a szolgáltatói szektorban a hétfőtől életbe lépő járványügyi szigorítások miatt. A szépségiparban dolgozó fodrászok óriási rohamot bonyolítottak le március 7-ig az elmúlt hétvégén. A virágüzletek is teljes kapacitással még nyithattak március 8-án nőnapon, hogy a több millió forint értékben megrendelt virágok lehetőleg ne vesszenek kárba. Szia Marci! Hát az a helyzet, hogy a héten már nem fogom tudni megcsinálni, mert tele vagyunk végig. Már nem tudott időpontot adni senkinek sem, március 6-án Páldi Csaba esztergomi mesterfodrás sem, beteltek a helyek. Folyamatosan érkeztek a női és férfi vendégek is, hajfestéstől hajvágásig mindenfajta igénnyel. Valójában jövő hét kedre lett volna időpontom, és hívtam a Csabit, hogy mit tudunk most tenni, és felajánlotta, hogy a mai nap 10 órára lenne időpont, és ennek okán vagyok most itt. Az esztergomi mesterfodrászhoz a megszokotthoz képest kétszer annyian jelentkeztek be. Nagyon-nagyon hirtelen váratlanul érintett minket az új korlátozás, szigorítás, és itt az elmúlt pár napban ugrásszerűen megnőttek a bejelentkezések, mint telefonon, üzenetben, személyesen is, és most ugye hétvégén is muszáj vagyunk szombat-vasárnap végig dolgozni. 80 különböző rózsát szeretnék kicsit földíszítve. De nem csak a szépségiparban nőtt meg az elmúlt napokban a forgalom, március 8-án már a délelőtti órákban is rengeteg vágott virág fogyott ebben az esztergomi virágboltban. A legtöbb férfi a rózsából és a tulipánból vásárolt. Reggel felkeltünk, a feleségemnek és a kislányomnak már adtam a virágokat, most pedig a nagyszüleimnek viszem, illetve a keresztlányomnak, sógornőmnek, aki még ugye sorra következik. A jeles napra a virágkötők, a csokrok és a vágott virágok mellett különlegességekkel is készültek a férfiaknak. Cserepes virágba szeretik még ezeket a kis összeültetéseket, a feldíszített cserepes virágokat. Az esztergomi virágbolt üzletvezetője azt mondja, idén a járvány miatt a férfiak közül sokan nem hagyták az utolsó pillanatra a vásárlást, már a hétvégén is jócskán fogyott a nőnapra készült különlegességekből. Hétfőre esik a nőnap, ezért már nagyon előrelátóak voltak a férfiak, és tulajdonképpen péntektől folyamatosan jönnek és vásárolnak, így a forgalom is eloszlik egy kicsit. A szigorítások miatt a legtöbb üzlet két hétre március 22-ig bezárja kapuit. Sokan abban bíznak, hogy ez alatt az idő alatt a járványügyi adatok sokkal kedvezőbben alakulnak majd. Most pedig akkor nézzük, hogy mely üzleteknek kellett március 8-ától bezárnia. Az élelmiszerbolt, gyógyszertár, optika, benzinkút, drogéria, dohánybolt, újságos, piac, a munkavégzés és a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenységek elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat és eszközöket árusító üzletek továbbra is nyitva maradhatnak. Az állateledelt takarmányt forgalmazó mezőgazdasági üzlet vágóhidaknak és kertészeteknek sem kell bezárniuk. A szórakoztató és háztartási elektronikai eszközöket árusító üzletek, a virágboltok, kaszinók, kártyatermek bezárnak, a szépségipari szolgáltatások is szünetelnek. A személyes megjelenést igénylő szolgáltatások is bezárnak, kivétel többek között a bank, a közlekedés és szállítás, postacsomagküldés, házhoz szállítás, telekom és autószervizek, temetkezés, állategészségügy, közétkeztetés, valamint az állattenyésztés szolgáltatásai. A jégpályák, az úszodák, az edző- és fitnesstermek és a sportlétesítmények a korábbiak szerint a versenyszerűen sportolók számára edzésen vagy sportrendezvényen való részvétel céljából látogathatóak. A közigazgatás főszabályként áttér az otthoni munkavégzésre, és a munkáltatókat is arra kéri, hogy lehetőség szerint home office-t alkalmazzanak március 22-ig, írja a Magyar Közlöny.
Meghaladhatta az 1 milliót azoknak a száma, akik már legalább az első adag oltást megkapták Magyarországon, erről írt a hiradó.hu. A március 8-ai hivatalos adatok szerint 981 000 embert oltottak be, és vasárnap napközben is folytatódott a tömeges oltás, így sikerült átlépni az 1 milliós határt. Mindemellett több mint 300 000 már a szinte teljes védettséget biztosító második körön is túl vannak. A jelenlegi adatok szerint Magyarországon a második legnagyobb az átoltottság az Európai Unióban. Málta van előttünk, 25 tagállam mögöttünk. Ezt közölte az M1 híradó. Bezárja a legtöbb egyháza templomait. A katolikus templomok nyitva maradnak, de a Magyarországon működő többi egyház templomai már online szertartásokkal folytatják. Ezt közölte az M1-en Fischl Vilmos, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának főtitkára. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a templomokat nem zárja be, de a nyilvános szertartások megtartását az egyházmegyék döntésére bízza. Ennek értelmében az esztergom budapesti főegyházmegye templomaiban nem lesznek szentmisék. Az esztergomi bazilika nyitvatartási rendje is megváltozott. Reggeli szentmisei nem lesz, hétfőtől péntekig, délután 2-től 6-ig tart nyitva a bazilika, így talán a munka után hazaérkezők még be tudnak jönni a templomtérbe személyes csöndes imádságra. A főoltárnál őrizzük az oltári fentséget, ezáltal is lehetőséget adva a személyes ima elmélyítésére. Este 8 órakor jár be a kijárási korlátozás, és ezért úgy gondoltuk, hogy ebben az időpontban este 8 órakor 10 percre meghúzzuk a bazilika kis harangját. Szeretnénk, hogy a bezáruló otthonok ajtajai mögött közös imádságban töltsük ezeket a perceket. Szörnyű baleset történt Nagysápon a Tóth János utcában március 6-án. Egy mozgássérült idős férfi szombaton délelőtt száraz gajakat égetett a kertje végében, amikor beleesett a tűzbe. A férfi olyan súlyos égési sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. Láttam, itt állt a tűzoltóautó, rendőrautó, kettő is. Mentő, ügyeletes orvos. A szerencsétlenül járt férfi egyik utcaszomszédja, Pap Jánosné a tűzoltóautóra lett figyelmes. Az idős férfi nyugdíjas volt, a csípőprotézisa miatt bottal járt, egykor asztalosként dolgozott a faluban, a tragikus szombat délelőttön a háza végében összegyűlt gazt próbálta megelégetni. Tüzelgetett ott, még a szomszédasszony látta, hogy ment még vitt rá anyagot, meg minden, és akkor azt mondja, ő látta, hogy ment befelé, de azt utána nem sokára jött a mentő, meg a tűzoltók, és akkor mondják, hogy a Zsiga bácsi elesett, az beleesett a tűzbe. A 79 éves férfi megszédülhetett, vagy egyensúlyát veszthette, mert beleesett az általa gyújtott tűzbe. Mikor a mentősök a helyszínre érkeztek, az idős férfi már olyan súlyos égési sérüléseket szenvedett, hogy csak a halál beálltát tudták nála megállapítani. Az ilyen és hasonló tűzesetek veszélyeire hívják fel a figyelmet, a katasztrófa védők is. Fontos, hogy a kerti hulladékégetés szabályait a veszélyhelyzet idején a települések által a témakörben kiadott rendelet szabályozza. Fontos, hogy a tűz közelébe minden esetben tartsunk a tűz oltásához elegendő oltóanyagot, folyamatos felügyeletet biztosítsunk a tűznek, és csak akkor gyújtsunk tüzet, amikor az jogszabály szerint engedélyezett, és amikor a környezetre nem veszélyes. Csak az elmúlt hétvégén Komárom-Esztergom megyében 9 esetben kellett kivonulniuk a tűzoltóknak szabadtéri tűzesetekhez. A szakemberek azt kérik, hogy mindenki tartsa be a szabályokat, hiszen komoly égési sérülések és halálesetek is előfordulhatnak a kerti zöld hulladék elégetése közben. Fokozott rendőrségi ellenőrzés indult az ország közútjain március 8-án. Az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózatának kezdeményezésére a magyar rendőrök is március 14-ig a passzív biztonsági eszközöket figyelik. Az autósoknál elsősorban a biztonsági öv, a gyermekbiztonsági rendszer, a motorosoknál pedig a bukósisak használatát vizsgálják a járőrök. A jó idő beköszöntével egyre több a motoros az utakon. A megyékben is zajlanak az ellenőrzések március 14-ig. A motorkerékpárosoknál a rendőrök vizsgálják a bukósisak és a védőfelszerelések használatát. Lampert Nándor rutinos motorosnak mondható tinédzserkora óta járja két keréken az utakat. A védőfelszerelés az mindenképpen bukósisak, kesztyű, bőrruha, ilyenek nagyon fontosak. Azért a gumék azok nagyon fontosak,
ugye kopott gumi rendesen nagyon csúszik, aztán fékekre nagyon oda kell figyelni, valójában normális motorral kell közlekedni, ésszel kell közlekedni, oda kell figyelni az autósokra, mert elszoktak télen, hogy ugye a motorosok nem nagyon közlekednek. Az autósok sem maradnak ki a figyelem középpontjából, a rendőrök náluk is ellenőrzik a biztonsági rendszerek megfelelő használatát. Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata március 8 és 14 között fokozott ellenőrzést hirdetett, a Rózsborhoz a magyar rendőrség is csatlakozott, így Komárom-Esztergom megyében is ellenőrzik a kollégák a biztonsági eszközök, a biztonsági és a gyermekbiztonsági rendszer használatát. A rendőrség hivatalos oldala szerint a járőrök az akció fő szempontjai mellett kiemelt figyelmet fordítanak az ittas vagy bódult állapotban közlekedő sofőrök kis szűrésére, a járművek műszaki állapotának és közlekedésre alkalmasságának vizsgálatára is. Az útszéleket valóságos csíkszőnyeg borította, míg az árkokban töménytelen mennyiségű műanyag és fém italos dobozt találtak, sok egyéb autóból kirepülő hulladék mellett. Az itt talált hulladék 90%-át az éppen erre közlekedő autóból dobhatták ki, a maradékot pedig szándékosan hozhatták ide. Az önkéntesek találtak zsákba csomagolt szemetet is. A legtöbb szemetet a benzinkúta szemközti kereszteződésnél találták a szemétírtók, ezeket zsákokba szedték, majd elszállították. Ennyi fért mai híradónkba, ezzel megköszönöm figyelmüket, legközelebb szerdán jelentkezünk friss híreinkkel. Addig is tudják, kövessenek minket a weboldalunkon a www.rtve.hu címen, valamint közösségi felületeinken és adásban is. Ahogy látták, a járványügyi adatok nem kedvezőek, ezért nagyon-nagyon vigyázzanak magukra. Minden jót kívánok, viszontlátásra!